Sziasztok, Dani Boy vagyok, és üdvözlök mindenkit itt az első reakció videómban. És igazából a videó, amit meg fogunk nézni, az Firának a Paratest 3 című videója lesz. Ez igazából arról szól, hogy mennyire ijedünk meg, már volt két rész belőle, ha jól tudom, és mind a kettőt láttam többször is, és elég jók voltak, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy majd visszamenőleg azokat is nézzétek meg, mert érdemes, és nagyon, tényleg nagyon félelmetes egy-két rész. Na és akkor kezdjünk bele szerintem, kiteszem nagy képernyőre, és nézzük. A következő videó a nyugalom megzavarására alkalmas, ezért szívbetegeknek, gyenge idegzetőeknek, kiskorúaknak, még szülői felügyelettel sem ajánljuk felhasználható reakció videó készítéséhez. Oké, ennyi a lényege. Szóval, aki nem bírja az ilyen horrorszerű dolgokat, az most kapcsolja ki, mert lehet, hogy meg fog ijedni. Sőt, szerintem biztos, hogy meg fog ijedni. Az előző videókból ítélve. Optimális feltételek, fejhallgató, éjszaka vagy sötét, 100% hangerő, teljes képernyő, asztali számítógép, szinte mind megvan. Van egy kis világítás, igazából látszik itt az arcom a videóban, de igazából nem olyan vészes. Most még visszaindulhatsz. Parateszt, harmadik rész. Egy kép olykor többet mond ezer szónál, leginkább akkor, ha az a kép a legelső félelmeinket ábrázolja. Első szint félelmetes képek. Hogy néz ki az a néni, vagy bácsi, vagy nem is tudom mi az. Gyönyörű házaspárt láthatunk. Ha jól látom. Érdekes. Ez szerintem egy ilyen csecsemű, felnőtt arccal. Körülbelül. És elmosódott kép. Jó, ezt túléltük, ez nem volt vészes. Második szint. Nézz a szemembe. Azt mondják, a szem a lélek tükre. Vajon mi van akkor, ha az a lélek sötétebb, mint a legmélyebb kút? Nézz a szemembe egy percen át, és meglátod a saját lelked sötétjét, pislogni nem ér. Csak a szemeimbe nézz. Vagy hogy a szemeid elfáradjanak. Ne pislogj, és meglátod a magadba szunnyadó démont. Nem bírtam ki pislogás nélkül, kiszárad a szemem. Csak a szemeimbe néz. Valami van hátul. Mindegy, szemébe nézek Firának azért. Vagy hogy a szemeid elfáradjanak. Ne pislogj, és meglátod a magadba szunnyadó démont. Csak a szemeimbe néz.
Ó. Oh. Basz meg! De megijedte! Jó volt. Gondoltam, hogy valami jumpscare lesz. Biztos játszottál már hasonlót, a játék lényeg, hogy találd meg a képen az 5 darab hiányzó részletet. Minden képre 1 perced van, szóval nem árt sietni. Különbségek, 3. szint. Egyenlőre nem látok különbséget. Tényleg nem látok különbséget. Ti láttok? Írjátok meg kommentbe. Mert én nem nagyon. Hm. 5 különbség van a képeken. És én egyet sem látok komolyan. Csak jobban át kell nézni. Látom, ha itt a... Nem tudom, ez a kis fadarab itt nincsen. Ezen egy. Aztán... A keze tényleg, ó, és ott is... Na jó, nézzük a következőt. Ilyen kis különbségek, alig látom így. Megint 5 különbséget keresünk. Azt mondja, hogy... Kilincs, itt egy. Legalább egyet megtaláltunk mi. Aztán... Itt az ablak, 2. A szembe lévő ajtón. Hirtelen nem látok többet. Hát ez jó bénám megy nekem az igazság. Plafon nézzük. Nem látok semmit. Kettő megvan. Földön, aha. Hát igen, tényleg is itt is, basszus. Na mindegy. Kettőt észrevettem, az a lényeg. Na nézzük a következőt, a 3. Na gyerünk. Itt a madár, az egyértelmű. Aztán... Kémény. 2. Itt az ablak. 3. Nézzük. Három megvan. Na, a negyedik. Nem találom a negyediket így hirtelen. Bazd meg! Ah, jó. Negyedik szint. Na jó, most összefostam. Ez nem igaz. Kurva jumpscare. Ez nagyon-nagyon foshatós így. Olykor nincs félelmetesebb, annál félelmetesebb, ha csak hallásunkra támaszkodhatunk. Csukott szemmel. Jó, becsukjuk a szemünket. Ha valami szörnyűséget látsz, az nem létezik csak a fejedben. A szörnyűség nem létezik csak a fejedben. A szörnyűség nem létezik csak a fejedben. Csukva van a szemem. Csak a fejemben létezik a szörnyűség. Ezek a hangok. A szörnyűség nem létezik csak a fejedben. Csörög a telefon. Jó. Ezt el tudod olvasni, akkor csaltál, hát... Jól van, ez nem ér. Ha megijesztettünk, jó, hogy felnéztem.
Meglepetéseknek általában örülni szoktunk, de csak általában. Most jön a kedvenc részem, a jumpscare. Basszus. Na lássuk. Ez a démonok között kettőből volt, így van, ja. Azt láttam, azt a filmet, nagyon jó, ajánlom mindenkinek, aki horror fan, mint én. Az meg mi volt? Jó. Maximum hangerőm van, igaz? Így van. Gondolom ezek ilyen filmekből lettek kivágva. Hát erre nem számítottam. Ott egy alak, jól látom. Jó. Annyira még nem para ez a jumpscare-es rész, mint szokott lenni. Az meg mi? Szobor ment utána? Hát jó. Ő tudja, hadd menjen mi. Ott egy kéz. És valahogy nem ijedek meg ezektől a jumpscare-ektől. Lehet, hogy az effekt. Hangeffekt. Megsüketültem egy kicsit. Nem baj. Ez mi? Gyűrű lenne, vagy mi az? Ne vedd el! Ne! Kék halál. Azért ránézem az OBS-re, hogy mi a szak. Aha. Köszönjük, hogy megnézted. Majdnem elfelejtettem valamit. Na mit? Ha nem küldöd tovább ezt a videót három embernek, akkor elkap téged. Oké. Akkor tovább küldjük. Látjátok, itt nem tudom mennyien nézitek majd meg. Jó volt, jó volt. Lájkoljuk is Firának a videóját. Ja, tetszett. A jumpscare-ek nem voltak olyan félelmetesek, mint az előző részekben, azt is majd nézzétek vissza. De igazából egy egészben tetszett, azért változatosabb volt sokkal, mint az előzők, már mint így másfajta ijesztések voltak benne. Inkább ez a hirtelen jumpscare, amikor nézed a képernyőt, és keresed például a különbségeket, ez nagyon tetszett, úgyhogy szerintem jó volt. Ja, pont ahogy vártam tőle. Hát köszönöm a figyelmet, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és itt lent lesz a leírásban az eredeti videó, ez, Fira videója, nézzétek meg, hogyha szeretnétek, és sötétben nézzétek meg, az nagyon fontos, úgy talán még félelmetesebb is, mint így, hogy én nézem. És köszönöm a figyelmet, én Dani Boy voltam, találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!